Ebben a videóban röviden áttekintjük az R nyelv alapvető adattípusait. Látjuk, mi a vektor, ugye a legelemebb adattípus az R-ben, a vektoroknak a különböző fajtáit, numerikus, karakteres, faktorok, amik statisztikai vizsgálatban fontos szerepet töltenek be. Látunk két és több dimenziós adattípusokat, illetve megismerjük, hogy ezeket az adattípusokat hogyan tudjuk kezelni, hogyan tudjuk kihasználni az R lehetőségeit. A korábbi videókon láttuk, hogy különböző kutatási környezetekbe tudjuk az R-t elérni. Itt ebben a videóban csak a konzol ablakra koncentrálunk. Ez minden megvalósításban hasonlóan működik. Ja, az adott futtatási környezetet elindítva hasonló üdvözlő üzenetet látunk mindenütt. Korábban kipróbáltuk a help rendszert, ez természetesen itt is elérhető. Az erről történő ismerkedésünk első nagy lépése, hogy hozzunk létre egy saját objektumot. Saját objektum hozzárendelésének több lehetősége van, egy értékadást kell elvégezzünk. Az objektum nevéhez hozzárendelünk egy értéket, legyen ez egy szám érték, sor végén Entert ütünk. Ugye ezzel az A az egyes értéket kapta. Ugye hagyományosan a R-ben, S nyelvben a hozzárendelés operátor ez a kisebb jelből és a kötőjelből előálló jel. Ugye ez mutatja a hozzárendelés irányát. Ez működik fordítva is, tehát én ezt az egyet hozzárendelem az A változóhoz, ez néha hasznos lehet. Az A változóba tárolt értéket, mivel az A is egy objektum, az objektum nevének a beírásával kaphatom meg. Ez az A, és megjelenik egy szögletes zárójelek közé zárt egyes, ugye ez jelenti, közvetlenül ez után álló elem sorszáma egy hosszúságú az objektumunk. Ugye gyakori feladat az, hogy egymás után növekvő sorba egész számokat írjunk föl. Erre az R-ben külön operátor áll a rendelkezésünkre. Az operátor kettős pont. Tehát, hogyha 1-től 10-ig szeretnék egy szám sorozatot létrehozni, akkor ezt a jelölést kell választani, hasonló az előzőhöz a megjelenése az eredménynek, az első pozícióban áll az indexelést jelentő operátor, és utána szépen sorban a számok, amiket a kettős pont operátor előállított. Itt a konzolban vannak gyorsítási lehetőségek, ebben a környezetben a fölfele nyíllal előhívható a korábban beírt parancs, ugye sor elejére ugorva ezt elmenthetem egy újabb objektumba,
akkor nevel legyen B. Jó? B értéke is. Hasonlóképpen az objektum nevének a beírásával írható ki. Kettős pontos veszély segítségével tudom csoportosítani a műveleteimet az R-ben, egy sorba rendezni, tehát hogy egyszerre írom ki a A és a B értékét, ezeket össze tudom kettős ponttal kapcsolni. Először kiíródik az A, utána a B értéke. Hogy milyen objektumok vannak a adott munkakörnyezetemben, az LS parancsal tudom lekérdezni. Az LS parancs kimenete is egy vektor, de nem számokból áll, hanem karakterekből, ugye vektor, minden vektor szögletes zárójelek közé írt sorszámmal, tipikusan egyel kezdődik, és utána az elemek kerülnek felsorolásra. Itt a betűk idézőjel közé helyezettek, ugye ezt mutatja, hogy ez egy egyszerűen karakteres vektor, ugye karakterekből álló vektorként jelenik meg. Van egy másik hasznos parancs, ez az str. Ez szintén kilistázza az objektumokat, pontosabban be, de nem, tehát ez már igényel, ugye a függvényekről volt korábban szó, a zárójelek közé egy argumentumot, ugye kötelezően be kell írni, hogy milyen objektumot listázok ki. Ugye az A objektum az egy numerikus és egyet tartalmaz. Ugye a B objektum pedig, ugye ez az int, ez az egész számot jelenti, és kiírja az összes elemét. Az adatbevitel általános parancsa a scan függvény. Nagyon egyszerű a szintaxis, hogy alapértelmezetten nem igényel argumentumot, de hogy itt az alsó sorba látjuk, nagyon sok argumentum segítségével testre szabható. Ez az alapértelmezett eset, amikor nincs argumentum, a prompt után várja beírt számokat, és hasonlóan az előzőhöz. Be lehet írni a kívánt értékeket, és addig tölthetjük, amíg egy üres oszlopot, vagy üres sort nem írunk be, és ugye az eredmény pedig kiíródik. Elmenteni hasonlóképpen lehet, mint objektumot létrehozni. Ugye ez a vektor, ami előzőekben a konzolra írtuk ki, vagy írtam ki, át el lehet menteni egy objektumba, legyen ennek az objektumnak a neve a nagy A. Itt a bemutatott hozzárendelésére használom. Ugye végig a bemutatóba ezt fogom használni, de nyugodtan helyettesíthető az egyenlőség jellel is. A egyenlőség jelnek esetleg, ahol hogy előbb láttuk, sok argumentumot adunk meg. Lehet egy kicsit zavaró, hogy ezek az egyenlőségjelek majd a hozzárendelés egyenlőségjelével keverednek. Jó, és hasonlóképpen beírom az adatokat, üres adatok, és már
Az A objektumunkban, nagy A objektumunkban a 10 elem szerepel. 10 elemet láttuk, és még egy fontos különbség, hogy a kis A és a nagy A objektumok egyaránt élnek. Itt a programban a kicsi A és a nagy A betűk megkülönböztetésre kerülnek. A kis és nagy betű különbözőnek számít a rendszerben. Az adatokat külső forrásból is be tudjuk tölteni. Példa legyen erre egy LibreOffice-ból elmentett egyszerű vektor, illetve egyetlen egy oszlopban lévő adatok. Szokásos módon készítünk egy egyszerű adatsort, és elmentjük. Az általam ajánlott formátum, a CSV formátum, tehát ki kell választani a listából CSV. A magyar nyelvű programokban, ez egy vesszővel elválasztott formátum, a magyar nyelvű programokra a pontos vesszővel választjuk el, és a tizedes vessző értelemszerűen. Ugye ezt elmentjük, és be tudjuk hívni az R-be a már tanult scan függvény segítségével. Az adatok betöltése a scan függvénnyel nagyon egyszerű. Ugye a fájlnak az aktuális munkakönyvtárban kell lennie, ezt ellenőrizni célszerű, erre szolgál a DIR függvény. Itt egyetlen egy fájl lett elmentve a munkakönyvtárba, az imént létrehozott CSV fájl. Egy dolgunk van, a scan függvény argumentumai közé, ugyanúgy, ahogy a DIR kiírta, egy karakteres elemként a file opcióba megadni az adat.csv nevét. Scan függvény hasonlóképpen egy vektorként tölti be adatainkat, amit természetesen elmenthetünk a korábban látottaknak megfelelően. Gyakran van szükség arra, hogy véletlen számokat generáljunk, különféle Monte Carlo szimulációkhoz. Ez is egy vektort hoz létre. Normális eloszlású adatokat akarunk létrehozni. Ennek a függvénye az R norm, amihez ugye látjuk egy darabszámot kell csak megadni, hány darab adatot szeretnénk generálni. Ha a várható értékét nullának, a szórását egynek, tehát egy standard normális eloszlás követő adatsort szeretnénk generálni. Ugye 100 véletlen szám előállítása hasonlóképpen történik, ennek a függvénynek is a kimenete vektor, és mentsük el egy újabb objektumba. Ennek a neve legyen teszt. Ja, van több objektumunk, ellenőrizhetjük a LS parancsa, hogy miket hoztunk létre, ugye A, B, kis A, nagy A, B és teszt objektumokat. Ez egy hosszabb vektor volt. Látjuk, amire már hivatkoztam, hogy a sor elején egy-egy index helyezkedik el, ami a sorba szereplő adatnak a sor számát mutatja a vektorban. Ezt az indexet
fölhasználhatjuk az egyes elemekre történő hivatkozásra is, hasonlóképpen a objektum neve mögé föl tudjuk írni, tehát hogyha én az utolsó, a századik elemet szeretném megjeleníteni, az igen, az R-normból. Ugye itt annyi történt, hogy a nem azt mentettem el, amit kiírattam, tehát hogy a teszt vektorból ugye valóban az utolsó, a századik elem ez a 0,055 értéket veszi föl. Ugye az objektum tartalma kiírható, ha beírom a nevét, így ez meg is történt. Hivatkozhatok tartományra is. Ugye itt ez a indexelő szám, amit beírtam, az lehet vektor is. Teszt, tehát a 97-től 100-ig szeretném megjeleníteni az értékeket. Ugye ez így megjelent. Indexelhetek valami függvénynek a kimenetével is. Létezik egy olyan függvény, hogy length, length, ez a argumentumokba írt objektum hosszát adja meg a számunkra. Ugye, hogyha ezt használom fel indexelésre, akkor ugyanúgy az utolsó elem jelenik meg a konzolon. Indexelhetek még egy a vizsgált vektorral azonos hosszúságú logikai kifejezéssel. Ugye, standard, normális eloszlás, nulla körül ingadozik, negatív, pozitív is lehet. Engem csak a pozitív értékek érdekelnek. Egy egyszerű logikai kifejezéssel meg tudom vizsgálni, hogy hol nagyobb ez a teszt, mint nulla. Ugye 100 darab, igaz, hamis, ugye true, false, angol megfelelője kifejezést kapunk. Ugye ahol ez az érték igazat vesz föl, csak annak az értéke íródik ki. Itt csak a pozitív számok jelentek meg a konzolon, illetve hát, hogyha van közte, akkor a nulla is. Bocsánat, angol program a nulla nem jelenik meg. A ha éppen a sorszámára vagyok kíváncsi, hogy hányos sorszámú elemek azok, amelyek pozitívak, az egy újabb függvényt érdemes megismerni, ez a which függvény. Ez nem az elemet adja vissza, hanem a sorszámát. Tehát ahol pozitív értéket vesz föl a vektor. Az összefoglalóban vektorokról ennyit gondoltam, ugye láttuk a vektor létrehozásának, numerikus vektor létrehozásának különböző módjait, a indexelését és betöltését külső forrásból. A numerikus adattípus mellett két fontos típust szeretnék még bemutatni. Az egyik a karakteres, másik a faktortípus. A karakteres típusnál a megadás hasonlóképpen történhet, mint a numerikusnál. De egy példát adunk
hozzunk létre egy objektumot, mert a gyümölcsök neveit tartalmazza karakteres formában. A létrehozáshoz a C függvényt használjuk. Ez a C, ez a concatenate összefűzből ered. Ez a beírt elemekből, amelyek lehetnek numerikusak is, szóval a beírt elemekből fűz össze egy vektort. Adjuk meg az összefűzni kívánt vektorokat, elemeket. És ugye a hozzárendelés megtörténte után létrejön a vektor, ami hasonlóképpen ugyanazon az úton indexelhető, mint a numerikus vektor. Ugye az egyik utolsó példát. Az utolsó elem, amit begépeltem, a naspolya volt. A faktor első látásra összetéveszthető a karakteres vektorokkal. Nézzük meg a létrehozásnak a módját. Erre példaként egy ilyen gyakran használt példát mondok. A faktor az egy kategórikus változó, különböző kategóriákba sorolunk be elemeket, például a nemek, ilyenek. Hozzunk létre egy objektumot. Az objektum létrehozásához a faktor függvényt használhatjuk, amelynek egyetlen kötelező argumentuma karakteres. Jó, tehát az előzők hasonlóan karakteres vektort hozunk létre, amelyben a nemek jelölése szerepel. Egy nő, egy férfi. Legyenek nők. Kevesebbet kell írni. Utolsónak egy férfi. Jó, tehát ez egy karakteres vektor, de ugye a faktort le kell zárni, de a faktorhoz tartozó argumentum is lehet le kell zárni egy záró-záró jellel, és enter ütés után létrejön a nemek faktor, ugye ez 14 elemet tartalmaz, és két szintje van, ugye míg a karakteres vektor esetén az elemek ugye idézőjel közé zárva jelennek meg. A faktor esetén ez nem jelenik meg az idézőjel, és a vektor elemeinek felsorolása után a faktor szintjeit látjuk. Jó, ez egy nagy különbség. Idézőjel, idézőjel nélkül is szintek érdemes jól megjegyezni. A következő elem, amiről szeretnék beszélni, az egy kétdimenziós adattömb, ugye egy adattábla. Ennek a létrehozására egy példát, ezt a példát folytassuk, amit az előbb megnéztünk az OpenOffice-ban. Adjunk egy fejlécet a névnek, ugye sorszám.
Azt mondja, hogy legyen a kor és bocsánat. Nő. Az előző példát folytatva. Jó, tehát egy egyszerű táblázatot hozok létre, ami életkort tartalmaz, illetve nemeket. Hát egy sorszám is szerepel az elején, az előzőleg létrehozott sorszám, hogy ezt elmentjük, fölülírjuk a előző adat CSV fájlt. Táblázat beolvasásához egy újabb függvényt fogunk használni. Függvény neve readcsv2, ugye ez CSV kiterjesztési fájl, mégpedig második változat, a tizedes vesszőt használó országok változata, amit beolvasunk. Ugye alapértelmezetten ez egy fájlt igényel. Ugye fejlécz alapértelmezetten szerepel a fájlban. Ez, hogy a false-ra állítjuk, ugye a true helyett false-t írunk, false-ét írunk be, akkor fejlécz nélküli fájlt is be tudunk olvasni. Az adatok CSV fájlt írtuk be. Nézzük meg, mit olvas be a program. Ha valamit elgépelünk, akkor ilyen üzenet jelenik meg. Nem kell megírni, adat volt a fájl neve. Ugye kiírta, hogy cannot open the connection. Connection-nek hívják ezeket. Megtörtént a beolvasása. Ugye a vektortól ellentétesen, hogy az egyes változók oszlopokban jelennek meg, ugyanúgy, ahogy a begépelés során a LibreOffice-ban láttuk. És ugye ott beírtunk egy sorszámot a sor elejére, de itt is a program automatikusan egy sorszámot jelenít meg. Jó, és az adatok hasonlóképpen jelentek meg. Ugye látható, hogy itt sincs idézőjel a nem körül, tehát vélhetően ezt automatikusan faktorként olvasta meg. Jó, mentsük el ezt az adatsort. Ez azt mondja, hogy adat, és df rövidítést adok, ez nem kötelező. Mindjárt látjuk, hogy miért. A létrejött új elemnek a típusa data frame, ezt egy függvénnyel kérdezhetjük meg, class adat.df, ez adattípus, és az str ugye már ismert struktúrát megmutató függvény segítségével is ugyanezt kapjuk vissza, tehát a struktúrának a típusa data frame, 19 megfigyelést tartalmaz és 3 változót, ugye az egyik első sorszám, kor nem. De látjuk itt az egyik lehetséges hivatkozást a változóira az adattáblánknak, az adattábla nevét beírva, adat.df, egy dollárjel, és utána a sorszám, írja ki a sorszámot, a nemek, nem pedig a nemeket. Ugye, amit érdemes megjegyezni, ez a függvény, tehát az a read csv2, ami a data frame-et hoz létre a read table-nek egy változat, ezt a kézikönyvét megtekintve
bővebbet tudunk róla olvasni. Alapértelmezetten minden nem numerikus változót, azaz oszlopot a táblázatban, faktorként olvas be. Faktorként olvas be, ilyen automatikus konverziót végez. Ha ezt nem szeretnénk, akkor a konverziót egy függvény, egy karakterré konvertáló függvény, ez karakter, visszaállíthatjuk ezt a változást, tehát ez a 20 elem, ez újra, a 19 elem, ez újra egy karaktervektor lesz. Ha így szeretnénk, tehát még egyszer, beolvasás, faktor, rá, történő konvertálást von maga után. Ja, hogyan tudom manipulálni ezt a az új objektumot, ezt a táblázatot, ezt a adattáblát, data frame-et? Egy egyszerű módon, szinte hasonlóan, mint a vektort, számok segítségével is, ugye láttuk, hogy a dollár jelet beírva a név után az kírja az adott vektor, de ugyanezt elérhetjük, ha sorszámmal hivatkozunk, ugye hasonlóképpen szögletes zárójelek közé kell zárni ezt az indexet, és mivel kétdimenziós vektorral elválasztani a számot, első helyen a sorok, második helyen az oszlopok szerepelnek, ugye a harmadik oszlop volt a nemek oszlopa, és eredményként meg is kapjuk ezeknek az értékeit. Működik ez a indexelés úgy is, hogy negatív előjelet adunk. Ugye a sorszám az láttuk szerepel a alapértelmezetten az adattáblánál, tehát a mi általunk begépelt sorszámok feleslegesek. Ugye ez az első oszlopban szerepelt, ha ezen a szám el egy mínusz jelet írunk, akkor az adattábla annélkül a sor, vagy sorok nélkül jelenik meg, ugye C-vel több számot is be lehet írni, amelyek a mínusz jel után szerepelnek. Mentsük el az adattáblánkat ebben a formában. Fölül is lehet írni a korábbi változatát, adat.df. Jó, így csak a sorszám nélküli változat szerepel benne. Természetesen a sorokra is működik ez a lehetőség, tehát én a első és a harmadik sor nélkül szeretném megjeleníteni a adatait, adat.df, ugye már az első és a harmadik sor nélkül szerepel, meg is jegyzi az eredeti sorszámot így, tehát hogyha egy adattáblát így manipulálunk, akkor nem fogunk bele kavarodni a adatainkba. Az utolsó adattípus, amelyet be szeretnék mutatni, a lista. Míg azt láttuk, hogy egy adattáblánál az egyes vektorok lehetnek különbözőek, lista esetén mindenféle elemet össze tudok csoportosítani egyetlen objektumba. Létrehozásának a függvénye az a list, lista. Ugye ő a lista elemeket várja, ezt mentsük el a minden nevű objektumba. Ugye benne lehet az adat.df objektumunk, aztán ugye volt egy nemek, vektorunk A és B vektoraink. Jó, adattábla, a vektor különböző típussal, ezt mind összefoglalja
a lista. Entert ütünk, és ugye az str függvénnyel nézzük meg a szerkezetét. Ugye szerepel benne egy adattábla, faktor, numerikus és egy egyetlen egy számelem és egy szám sorozat. Itt is dollárjel szerepel. Nem történt meg, de lehet a lista elemeknek nevet is adni. Nézzük meg, hogyan. Ez a táblázat. Ugye arra egyszerű argumentum hozzárendeléssel. Nem. Ez egy egy szám, és pedig a sorozat, Egy egyszerűleges név adható neki. És visszahívjuk az str parancsot, ugye már mindegyik nél a kettős pont előtt szerepel az adott lista elem része. Itt nem szerepel a példába, de listába listát is ágyazhatunk tetszőleges mélységgel. A hivatkozás, a adattábla vektoraihoz, adattábla változóihoz hasonlóan dollárjellel történik. Tehát én a mindenből az egy számot akarom megjeleníteni, dollárjel után beírom, vagy a nemek faktort hasonlóan történik, lehet listaelem sorszámával is hivatkozni, ebben az esetben két szögletes zárójel segítségével tehetem ezt meg. Jó. Ebben a rövid előadásban az R adott típusaival ismerkedtük meg. A vektort, több típusú vektort láttunk, adattáblát, valamint listát. Ezeknek az ismeretével lehet további elemekkel is foglalkozni, hogy itt nem volt itt szó a mátrixhoz, ról, ami teljesen hasonlóképpen működik, mint az adattábla, ugye számokkal lehet indexelni, illetve léteznek még külső adatbázisokhoz hozzáférés, amit későbbi videóba fogok bemutatni.